Jó estét kívánok! Nem tudom, lehetne egy olyan kérésem, hogy lássam azokat, akiknek beszélek. Nagyon szépen köszönöm. Sok szeretettel üdvözlöm én is önöket, titeket, szülőket, hozzátartozókat, barátokat, ismerősöket, iskolánk tanárait, diákjait, de azért elsősorban nyilván benneteket, végzős diákok. Azzal kell, hogy kezdjem, hogy egyrészt átadom iskolánk igazgatójának, dr. Hitz János tanár úrnak a szeretetteli üdvözletét, és megkért, hogy mentsem ki őt ezen a mai estén. Fölhatalmazott arra, hogy eláruljam, hogy a 25 éves érettségi találkozóján van, ami nyilván fontos esemény, ráadásul vidéken, ezért nem tud köztünk lenni. De még az is megtörténhet, hogy lehet, hogy ezekben a percekben éppen arról beszélgetnek volt osztálytársaival, hogy milyen volt az a nagy negyed évszázaddal korábbi esemény, az ő szallagavatójuk. Mert hogy a szallagavató az egy fontos esemény, fontos, mert lényeges dologra hívja fel a figyelmet, lényeges dolgot jelöl. Nevezetesen egyfajta nagykorúságot. Nagykorúság ugye sokféle van, beszélünk biológiai nagykorúságról, ez viszonylag hamar elkövetkezik, általában már úgy a pubertáskort követően. Nincs kétségem afelől, hogy a jelenlévő végzős diákok ebben az értelemben biztosan nagykorúak. Aztán van olyan nagykorúság, talán ez a legismertebb, amelyet életkorhoz szoktunk kötni. Itt Európában úgy 18 és 20 év között szokták meghúzni ezt a bizonyos korhatárt, de érdekességképpen mondom, hogy Skóciában ez éppen 16 éves életkor, amikor az ifjakat már felnőttnek tekintik. Vannak aztán olyan afrikai kultúrák, ahol ezt még korábban így gondolják, akár 13-14 éves korban is, míg a másik végletről például Japánban 20 év fölött tekintik nagykorúaknak az ifjoncokat, illetve Amerika bizonyos államaiban a teljes nagykorúságot azt 21 éves korban érik el. A tanuló nyilvántartásunk tanúsága szerint ebben az értelemben is a többség nagykorúnak tekinthető. Az én tudomásom szerint a mai napon még 10 vannak olyanok, akik nem nagykorúak. És hát van az a fajta nagykorúság, ami persze kapcsolatot tart az előzőekkel, ami a szocializáltságnak, a szellemi érettségnek, a pszichés érettségnek valami olyasfajta szintjét jelenti, amit egyszerűbb szóval felnőttségnek szoktunk jelezni. Ma, amikor szallagot tűzünk rátok, akkor ezzel azt jelezzük, hogy mi felnőttnek tekintünk benneteket. Itt ér össze egyébként a szallagavató bálok szép hagyománya az első bálozás ugyancsak szép szokásával. Az első bálozókat is akkor hívták maguk közé a felnőttek, amikor úgy gondolták, hogy meglehetősen vagy megfelelően érettek ahhoz, hogy ebben a társaságban részt vehessenek. Hát azt gondolom, hogy nem lenne nagyon ízléses most azt találgatnom, hogy ebben az értelemben a végzősök között hány nagykorú található, de nem is dolgom, és biztosíthatok mindenkit, hogy bizalmunk jelejül mi mindegyikötöknek föl fogjuk tűzni a szalagot. Én már kölcsönkértem egyet, hogy milyen lesz rajtatok, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép jelkép. Nem csak azért, mert valóban esztétikus, azt gondolom a körösi diákok nagyon szép szallagot szoktak ilyenkor kapni, és zárójelben teszem hozzá, hogy természetesen bár szallagavatónak hívjuk, de nem a szallagot avatjuk, hanem titeket avatunk ilyen értelemben nagykorúvá felnőtté. Nos, miért fontos ez a jelkép? Azt gondolom, hogy azért, mert hogy a jelennek, a múltnak és a jövőnek a hármassága egy ilyen nagyon szép szimbólumban egyesül ezen a kis jelvényen. Egyrészt látható magukon a szalagokon, ahol ugye két évszám található. Az egyik osztálynál egy nagyjából olyan 4 és fél évvel ezelőtti eseményre emlékeztet ez a dátum, a másiknál egy olyan 3 és fél évvel korábbi eseményre. Nevezetesen ekkor váltatok körösis diákokká. És persze a szárnyas idő elrepül, erre figyelmeztet a másik dátum, 2016, amikor majd azzal kell szembenéznünk, hogy már nem lesztek körösis diákok.
Persze ez nem megy ilyen egyszerűen, de nem hiszem, hogy ez a mai este lenne arra hivatott, hogy az odáig rátok váró nehézségekről én szót ejtsek nektek. És aztán, ami miatt én különösen szeretem a mi szalagunkat, mert össze van préselve Csomának a képével, ami egy nagyobb időtávlatot nyit meg, valahova régmúltba vezet vissza, hiszen Kőrösi Csoma Sándor már több mint 170 éve halott. Ugyanakkor az a hihetetlen áldozatkészség, már-már makacságnak nevezhető fáradtságtűrés, az a egész egyszerűen leírhatatlan teljesítmény, amit ő magáénak tudhat. Én azt gondolom, hogy nem csak a jelen, hanem még sokáig a jövő magyarjainak is példát mutathat. A jövő magyarjainak, a jövő középiskolásainak is. Jelen, múlt, jövő. Ebben az egy szimbólumban. De azt gondolom, hogy bár most egy kicsit szélesre tágítottam ezt az idősávot, a mai este az ne a múltról szóljon, még ne is a jövőről, szóljon a jelenről. Szóljon az ünneplésről, szóljon a szórakozásról. Aztán mondjuk a holnapi nap az szólhat a pihenésről. A holnap után meg bizony arról szól, hogy majd meg kell szolgálni azt, amit mi most számotokra jelzünk, hogy felnőtteknek tekintünk benneteket. Ehhez nektek nagyon sok energiát, sok sikert kívánok, a mai estéhez pedig nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgattak.